Napjainkban az élelmiszerek előállítása az gyakorlatilag elképzelhetetlen különböző adalékanyagok nélkül. Ezeket az anyagokat azonban általában nem önmagukban fogyasztjuk, hanem a termékek részeként, de arra leszünk kíváncsiak a következő percekben, hogy ezek mennyire válnak a termék részébe, illetve mennyire lesznek károsak az egészségünkre, vagy nem. A választ pedig Murányi Zoltántól, az Egyetem kémia és élelmiszer kémiai tanszékének tanárától várjuk. Sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Az e-számokkal kapcsolatban számos tévhit él, többek között az is, hogy csak szintetikus úton állítják elő őket. Ez ugye nem így van. Melyek a legismertebb természetes úton előállítottak? Hát a természetes úton keletkező, különösen a színanyagok között találunk ilyet, például a cékla vörös, amit cékla növényből vonnak ki. Ebben is van két különféle dolog, vannak a kifejezetten a adott növényből kivont szerek vagy adalékanyagok, és vannak a mesterségesen előállított, de a növények mechanizmusa szerint előállított, tehát természet azonos anyagok, és vannak olyanok, amelyeknek az alapja természetes, de aztán valamilyen átalakításon esnek keresztül a jobb hatékonyság érdekében. És fontos arról is szerintem beszélni, hogy miért fontosak ezek az adalékanyagok. Ugye, hogy haladunk előre a korban, egyre inkább ezek az adalékanyagok kvázi előtérbe kerülnek. Nem tudom, 40-50 évvel ezelőtt talán még ennyi nem volt. De miért fontos, hogy ezek az adalékanyagok belekerüljenek az élelmiszerbe? Azért, mert a vásárlóknak az igényei egyre nagyobbak. Egyre szebb, egyre jobb kinézetű, egyre jobb állagú, egyre tovább elálló élelmiszereket szeretnénk kapni a boltba, és hát ezt az élelmiszeripar úgy tudja követni, hogy mindenféle olyan dolgokat tesz bele, amik ezt biztosítják számunkra. Nagyon sokszor egyszerűen csak arról van szó, hogy a feldolgozás folyamatában mondjuk egy növénynek a saját színanyag mennyisége csökken, és akkor ebből a színanyagból kell beletenni. Hogy vizuálisan próbálnak ránk abszolút, hatni. Abszolút, a joghurt az jó piros legyen, hogyha egyszer megyből kész. És hát ilyen módon kicsit jobban nézzen ki, vagy jobb legyen a textúrája, jobb legyen az állaga. Nagyon sokszor találkozunk emulgátor feliratú szerekkel, azok például arra valók, hogy ne essen szét az élelmiszer, hanem egységes maradjon az állaga. Vannak olyan töltőanyagok, amelyek az állagot javítják, a textúrát adják meg. És persze vannak olyanok, amelyeknek az a feladata, hogy védjék a élelmiszereket, például a tartósító hatású szerek, vagy az antioxidánsok. Ezek meg azért kerültek bele, hogy minél tovább fogyaszthatók legyenek ezek az élelmiszerek, és minél kevésbé romoljon a minőségük ezt alatt az idő alatt. Igen, mert ugye azt a kort most már elhagytuk, hogy kiraktuk a hidegbe, és mondjuk úgy fagyott le, hanem most már az igényeink akkor, ahogy ön is fogalmazott, lényegesen megváltoztak ebben a tekintetben. Mi szükséges ahhoz, hogy egy adalékanyagot engedélyezzenek? Az adalékanyag engedélyezés az egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, különösen az Európai Unióban. Az Európai Uniónak van egy külön szervezete, az EFSA, amelyik ezeknek az engedélyezési folyamatoknak a tudományos hátterét biztosítja, és ők egyébként a 2009-es induláskor felvett, már akkor használt adalékanyagok mindegyikét újra áttekintették, éppen egyébként tavaly fejeződött be ez a folyamat, az összes engedélyezett adalékanyagot áttekintették, és újra értékelték, és a jelenlegi tudományos színvonal szerint ítélték meg. Ugye nagyon változik a tudomány, a mi tudományunk 5 évente elavul, tehát folyamatosan követni kell az eseményeket, és folyamatosan újra kell gondolni a dolgokat. És erre azért, mert ennyire innovatív? Ez a szakma? Igen, rengeteg kutatás van, rengeteg új eredmény van, természetesen az alapok ugyanazok, az elektron szerkezet nem változik, de rengeteg erre épülő napi felhasználás igen, és ezt követni kell, éppen ezért egy előre meghatározott menetrend szerint folyamatosan ők újra és újra áttekintik ezeknek az adalékanyagoknak az engedélyezését. Nagyon fontos az, hogy becsülni kell tudni azt, hogy mennyi kerül ebből a szervezetbe. Alapvetően azt kell ismerni, azt a tényt kell tudni, hogy a élelmiszerek megítélésénél két dolgot nézünk, egy alkotónak, egy adalékanyagnak a veszélyességét, és a mi kitettségünket arra az anyagra nézve.
Én mindig el szoktam mondani azt a példát a hallgatóimnak is, hogy az a bizonyos hal, amit a japánok időnként elfogyasztanak, az rettenetesen veszélyes, annak a mérge több embert meg tud ölni. De Magyarországon olyat senki soha nem eszik, tehát a kitettségünk annyira minimális, hogy ilyen problémák nincsenek. Itt a gömbhalról beszélünk. Így van. Tehát, hogy ezt a kettőt együtt kell tekinteni, tehát igazából az az egyik oldal, hogy pontosan tudni kell, hogy ezek az adalékanyagok milyen élettani hatásokkal bírnak, és nagyon pontos becsléseinknek kell arról lenni, hogy egy átlagfogyasztó átlagos napon mennyit juttat a szervezetébe ebből. És ebből a kettőből adódik az, hogy mennyire biztonságos. Akkor egy kicsit szerintem, ha már ideig eljutottunk a beszélgetésben, akkor tegyük tisztába a tévhiteket, ugye, mert hogy vannak olyan adalékanyagok, amik rákkeltők, vannak olyan adalékanyagok, amik az elhízáshoz vezetnek. Ebből mi az igaz, és mit kell figyelnünk az ilyen adalékanyagokkal kapcsolatban? Az egészen biztos, hogy olyan adalékanyagot nem engedélyeznek, aminek bármilyen ismert kedvezőtlen élettani hatása van. Azt rögzíteni kell, hogy ez a hatás, ez az átlag populációra nézve igaz. Tehát az allergiában, speciális betegségekben szenvedő emberek, azok egy külön kategóriát képviselnek, nekik sajnos saját maguknak kell ismerniük a korlátokat, és nagyon odafigyelniük arra, hogy mit ehetnek és mit nem, de ez minden mással is így van az ő esetükben. Tehát ott bizony lehetnek, hogy egy példát mondjak, van az aszpartám, egy édesítőszer, ami eléggé gyakran használt, az a fenilketonúria nevű betegségben szenvedő emberek számára életveszélyes lehet, de egy átlagos, egészséges ember számára semmi problémát nem okoz. Mi a helyzet a gyerekekkel? A gyerekek azok ugye sokszor érzékenyebbek dolgokra, tehát oda kell figyelnünk arra, hogy ha valami újat kapnak, akkor abból keveset kapjanak, hogyha esetleg egy nem ismert allergiájuk van, akkor azt észre tudjuk venni. Én lányomról nemrégiben derült ki, hogy a ketchup vagy mustár valamelyiktől bepirult az arca, mert abban volt valami, amire ő érzékenyebb, akkor azt tudni kell, hogy azt nem fogyaszthatja, de ezt egy odafigyelő szülő az kiválóan tudja figyelni és menedzselni. Egyébként náluk talán összesen itt lehet mondani, hogy mindenből célszerű kevesebbet fogyasztani. Arra célszerű nagyon odafigyelni, hogy minél több ilyen adalékanyag jut a szervezetünkbe, annál nagyobb a kockázata annak, hogy ők egymással valamilyen szinergikus kölcsönhatást eredményeznek, és akkor megnövekedhet a veszélyük. Tehát igyekezni kell arra, hogy ha már választhatunk, akkor inkább olyat választunk, amiben kevesebb van, de semmiképpen nem indokolt az a fóbia, ami nagyon sok emberben benne van, és azonnal elutasítják mindazokat az ételeket, amiben ilyen adalékanyag volna. Nem akarok kötekedni, és nem azért kérdezem, de akkor, hogyha valóban ennyire, hogy mondjuk, ahogy ön is fogalmazottan, nem károsak az egészségre, az egészséges emberekről beszélünk, akkor miért fontos, vagy miért lett előírás az, hogy minden egyes adalékanyagot külön föl kell tüntetni? Miért nem lehet mondjuk azt csinálni, hogy az egyik polcon az egészségesek bármit vehetnek, és akkor külön, ugye azoknak, akiknek különböző allergiájuk van, azok mondjuk válogathatnak ezek közül. Csak egy példát mondok, biztos ön is látott már olyat, hogy valaki meggondolja, hogy ezt most mégse kérem, és kiteszi a kosarából. Tehát ez a termékek keveredésének a veszélye megvan. Illetve hát a fogyasztónak joga az, hogy maximálisan tájékoztatva legyen. És akkor és azt is mondjuk egyébként, hogy a tudatos vásárlót éppen az jellemzi, hogy ő tudni akar lehetőleg minél többet arról az ételről, amit el fog fogyasztani. Ehhez fontos az, hogy fel legyen tüntetve. Egyébként nem föltétlenül számmal van feltüntetve, néha csak igen, a neve van igen, ott igen, egy ilyen adalékanyagnak, de mindenképpen mindennek fel kell tüntetve. Hát most már gyakorlatilag minden terméken kis regény van. Így mondhatjuk azt is. Igen. Másik vitatott téma ugye a génmódosított növényeknek a kérdésköre. Milyen növények érintettek? Hát alapvetően elsősorban a szója, kukorica, amiről úgy tudunk, de persze folynak a kutatások, elsősorban
mi itt most a táplálékként szolgáló növényekről kell, hogy beszéljünk, akár a burgonya, akár bizonyos olyan gyümölcsök, amelyeknél. Az ilyen génmódosításoknak mindig az a célja, hogy ellenállóbb, nagyobb terméshozamú, kevesebb permet, tehát növényvédelmet igénylő növényeket tudjanak létrehozni. Másik oldal, amiről el szoktunk feledkezni, az az, hogy nagyon sokszor nagyon hasznos anyagokat előállító, mondjuk mikroorganizmusokat hoznak létre, nagyon sok gyógyászati anyagot, hatóanyagot, mikrobiológiai úton állítanak elő, sokszor ehhez kell a génmódosítás, és ilyenkor nem is haragszunk érte, mert ilyenkor nagyon hasznosak azok a kis lények, akik megtermelik nekünk ezeket az anyagokat. Nagyobb-e az előnye a génmódosított élelmiszerek felhasználása, mint a hátrány? Itt ugye arra gondolok alapvetően, hogy azt a célt szolgálják, hogy a megnövekedett lakosság igényeit kiszolgálják ugyanannyi területen, ugye gyakorlatilag most ilyen nagy vonalakban ennyi, de hogy akkor érdemes ezzel foglalkozni, ördögtől való-e, hogyha lehet ilyet kérdezni, vagy mégsem? Én azt gondolom, hogy ez inkább gazdasági, politikai kérdés, mint sem tudományos. Egyelőre nem tudom azt mondani, hogy bármilyen olyan tény lenne, ami arra utal, hogy génmódosított élelmiszer bármilyen kedvezőtlen hatással lett volna emberre. Aha. Tehát azt gondolom, hogy ez így nem... Tehát egy kicsit a tudomány felől megközelítve nem ördögtől való a génmódosított termékek. Egyébként, ha megengednek egy eszmefuttatást, azért lehet, hogy később majd kiderülhetnek dolgok, mert ugye, ha úgy tetszik, akkor a ma használt gabonák is génmódosítással jöttek létre. Csak az egy nagyon hosszú folyamatnak az eredménye volt, nem pedig egyik pillanatról a másikra. És ha belegondolunk, akkor nagyon sok civilizációs betegségünk az pontosan a nagyon sok ilyen finomított szénhidrát fogyasztásnak az eredménye. Tehát ha úgy tetszik, áttételesen, hosszú távon rossz hatással volt az emberiség egészére ez a fajta génmódosítás. Persze, ha ez nem történik meg, akkor tizedennyi ember sem élhetne a Földön most. Hát akkor ezt a kérdést nem döntöttük el. Minden esetre nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy a kedves nézőink is egy kicsit jobban, idézőjelben persze szakértővé válhatnak ebben a témában. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.